Köszöntöm nézőinket! Mai nap szombaton éjféltől elindul a kampánycsend. Időközi választások vannak jelen pillanatban Baján folyamatban, a hármas számú választókörzetben jelenleg is folyik a kampány. Erre azért volt szükség, ugye már 2013. májusában az önkormányzati képviselő, a hármas számú körzet képviselője Bálint Tünde elhunyt. A választás nagyon nem befolyásolja az erőviszonyokat, hiszen a 14 tagú testületben 10 fideszes képviselő, pontosan Zsigó Róberttel együtt segítik egymás munkáját. A vasárnapi választáson a Fidesz jelöltje Kovács Csaba, a Magyar Szocialista Párt, illetve az Együtt, valamint a Demokratikus Koalíciói Teket Melinda, a Jobbik jelöltje Markó György, míg a Lehet más a politika Ikotics Istvánt indítja. Lássuk a bemutatkozásokat, hogy is indul a választás. Az országban utolsóként Baján lesz időközi választás a 2014-es országgyűlési választás előtt. A helyi kampány már megkezdődött, az LMP-s Ikotics István elsőként adta le a jelöltséghez szükséges kopogtató cédulát, az Összefogás Bajáért szervezet pedig sajtótájékoztatón mutatta be közös jelöltjét, Teket Melindát, akit a Demokratikus Koalíció, az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért és az MSZP támogat. A Fidesz Kovács Csabát indítja, míg a Jobbik szintén sajtótájékoztatón mutatta be Markó Györgyöt. Az időközi önkormányzati választásra képviselő jelöltünk Markó György úr, őt szeretném bemutatni. Néhány szóval elmondaná, hogy miért, ki ő, tehát bemutatkozna. Én is köszöntök mindenkit. Nem fogok sokat beszélni. Nem vagyok a sok beszédnek a híve. Úgy gondolom, hogy sok beszédnek sok az alja. Úgyhogy amit ugye összefoglaltunk, azt el is olvasnám. Markó György vagyok, ha már nyugdíjas, de állattenyésztőként 20 évet dolgoztam a helyi mezőgazdasági kombinátban. Nős vagyok, feleségem a boldog nagyszülei vagyunk, 3 kislány, unokáknak és büszke szülei, 2 felnőtt fiúknak. Jelenleg is az adott választási körzetben Tanyavilágban lakom. Meggyőződésem szerint gyökeres változásra van szükség a baji városvezetésben. Reálisan látom a helyzetet, de hitem szerint erősíteni kell az ellenzék hangját a 2/3 szemben. Szükség van több jobbikos képviselőre az önkormányzati testületben. Légből kapott ígérgetéseket nem teszek, de szolgálatnak tekintem a feladatot és megköszönöm a bizalmat, ha képviselőnek választanak. Magam is itt élő emberként ismerem a többség mindennapos problémáit. Baja nem csak a belvárosból áll, és nem csak a városba érkezőkre, látogatókra kellene összpontosítani, hanem nagyobb odafigyelést igényel a helyi lakosok, illetve a külső városrészek szükségleteinek kielégítése. És itt megemlíteném a Tanyavilágot is. A téli hóeltakarítások, amik nagyon nagy szükség volna, az mindig elmarad. A kátyós rossz utak, a közvilágítás. Tehát a tanyasi ember az másodrangú lakosnak van véleményem szerint tekintve. Baján az a gond, hogy csak a felszínnel, a külsődleges külsőségekkel foglalkozik a városvezetés. A lakosság mindennapi problémája háttérbe szorul. Például a munkai hiány, közbiztonság romlása, szennyvíz, csapadékvíz elvezetése, az utak minősége is még sorolhatnám. Például a helyi termelők támogatása. Jobbik álláspontja az, hogy a város tulajdonában megmaradt ingatlanokat, földterületeket nem szabad eladni, hanem csak bérbeadni, illetve például önkormányzati, szövetkezeti formában termelni a város ellátására. Köszönöm szépen, meghallgattak. Bízom a Szebb Magyar Jövőbe. Jaszenovics Istvánné jobbikos képviselő arról is beszélt, miért pont Markó úrra esett a választásuk. Mi úgy gondoljuk, hogy a helyi problémákat legjobban a helyi, illetve abban a körzetben lakó emberek ismerik. Ki az, aki leghitelesebben tudja ezeknek az embereknek a problémáit közvetíteni az önkormányzat, illetve a városvezetés felé? Hát nyilván, aki ott lakik, aki ismeri ezeket a problémákat és az ott élő embereket. Amit elmondott a képviselő jelöltünk, azt hiszem, hogy a saját tapasztalatommal meg tudom erősíteni, hiszen azt látjuk, hogy a belvárosra koncentrál a városvezetés. Ez annyit jelent, ugye, hogy nagyon megszépült valóban a belvárosi rész, a városközpont, de ha visszagondolunk arra például, hogy a nemzeti, illetve egyéb ünnepeken látunk-e lobogókat például a külvárosokban, akár melyik területen, nem. Tehát sajnos úgy gondolom, hogy
túl nagy hangsúlyt fektetnek, nem vetem el azt a tényt, hogy az idegenforgalom esetleg ki tudná segíteni a várost a bajból, de azért kétlem. Ettől függetlenül én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a bajai lakosokra, a különböző külvárosokra, városrészekre, mert ez a fajta koncentráció és centralizáció azt hiszem, hogy nem tesz jót senkinek. Az, hogy munkahelyhiány van, egyéb van, ez nyilván nem csak a városra vonatkozik, de én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan eset van, amikor nem nagy összegekről lenne szó, és meg tudnák segíteni a város lakosságát, az itt élő embereket, és nem igen látok erre igazi törekvést. Az ajánló szelvényeket augusztus 23-án 16 óráig lehet leadni a jelöltekre, a voksolásra pedig szeptember 22-én vasárnap kerül sor a 3-as számú választókerületben. Elsősorban tehát a város szeretete és a tenni akarás vezet erre, amiért most itt ülök. Köszönöm. Megkezdődött az összefogás. Együtt indít jelöltet Baján a Demokratikus Koalíció, az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért és az MSZP. Teket Melindát, kollégánkat Hajdú Miklós mutatta be. Ezek az egyeztetések már több mint egy esztendő óta folynak, és ugye nem titok az, hogy már az októberi időközi választáson is szerettünk volna közös jelöltet indítani. Akkor a különböző politikai álláspontok ezt nem tették lehetővé. Most viszont megváltozott az a környezet, amely egyértelműen igényé tette azt, nem csak tőlünk függő igényé, tette azt, hogy közös jelöltben gondolkozzunk. Ebben partnerekre találtunk a többi jelölő szervezet részéről is, tehát az MSZP mellett az Együtt 14 Párbeszéd Magyarországért, illetőleg a Demokratikus Koalíció is jelölő szervezetként jelenik meg a közös jelöltünk mögött, Tekent Melinda mögött. Melindát ismerve, hiszen régről ismerjük, nekem szerencsém van egészen régről ismerni még a főiskolás éveiből, az ő kiállása, határozottsága, a tiszta, egyenes beszéde és az elkötelezettsége a normális, valódi képviselet mellett teljesen alkalmassá teszik őt arra, hogy ha és amennyiben vállalkozik egy ilyen megbízatásra, egy ilyen felkérésre, akkor ő lehessen a jelölt. Ő vállalkozott erre, mi ezt nagy örömmel fogadtuk, és reméljük, hogy a választók is hasonlóképpen fogják érezni, hogy ő tényleg egy valódi képviseletet jelenthet a választókörzet számára. Melinda végzettségét tekintve általános iskolai tanító, jelenleg a DLTV munkatársa, riportokat készít, műsorokat vezet, de hosszú évekig zenészként, énekes billentyűsként járta az országot, világot. Hogy ezen tevékenységek mellé hogyan is jöhet szóba politikai szerepvállalás, erről őt magát kérdeztük. A DLTV munkatársaként nap mint nap találkozom politikával, tulajdonképpen benne élek, illetve a város szeretete vitt arra, hogy tévés szerkesztő, riporteri munkám mellett esetleg többet is tehessek Baja városért, és ezen belül a 3-as számú választókerületért. Így jutottunk el odáig, hogy végül is én lettem a képviselőjelöltje ennek a körzetnek. Elsősorban figyelmes képviselője szeretnék lenni ennek a körzetnek, ami azt jelenti, hogy bármilyen problémával megtalálnak, megkereshetnek, és én minden erőmmel azon leszek, hogy ezekre a dolgokra, nehézségekre megoldást találjak. Az előző évek kampányaiból okulva nagy ígéreteket természetesen nem tennék, hiszen, mint láttuk, azokból igen csekély számú valósult meg, tehát mindenképpen arra fektetném a hangsúlyt, hogy egy valódi képviseletet szeretnék nyújtani. Amit ezen kívül, tehát most ugye én még csak képviselő jelölt vagyok, de már mint tévés munkatárs is megtennék, tehát akár most is megkereshetnek minket, utána fogunk nézni bármilyen problémának. Amennyiben a szeptember 22-i választáson a 3-as számú választókörzet lakói engem tisztelnek meg bizalmukkal, mindenképpen a belvárosi képviseleten kívül szeretnék többet tartózkodni a külső területeken is, tehát ott is meghatározni egy-egy napot, sűrűbben kijárni hozzájuk, amikor meg tudnak keresni, és el tudunk beszélgetni. Ehhez a körzethez
családi kötődés is fűz, hiszen nagyszüleim, illetve nagymamám a mai napig ott él, nagypapám sajnos már meghalt. Tehát tulajdonképpen életem felét, gyermekkorom nagy részét ott éltem le, ott töltöttem. Ezért különösen kedves a szívemnek ez a terület. Hamarosan megkezdődik a kopogtató cédulák gyűjtése, amelyet augusztus 8-áig postáznak a választókerületben. A kitöltött szelvényeket augusztus 23-án délután 4 óráig adhatják le a szórólapokon megjelölt helyszíneken. Ikotics Istvánt és Kovács Csabát sajnos nem tudjuk önöknek bemutatni, ezeknek a dolgoknak az okairól, illetve körülményekről későbbiekben még szót ejtünk, de lássuk, hogy mi történt ennek a hétnek az elejéig. Teket Melinda az összefogás bajáért jelöltje a személyes találkozásokban hisz. Járja a környéket, ismerkedik a lakókkal és közben egy olyan program összeállításán dolgozik, amellyel hatékonyan tud majd a körzetben élők problémáján segíteni, ha ő lesz a képviselő. A munkát természetesen nem egyedül, hanem a baloldali pártok helyi képviselőinek segítségével végzi. Példátlan összefogás tapasztalható Baján a mostani kampányban, ugyanis szinte a teljes baloldal összefogott, azért, hogy sikerüljön ez a választás. Rengeteget dolgozunk, járjuk az utcákat, beszélgetünk emberekkel, különböző kampányrendezvényeken veszünk részt, ami azért kihangsúlyoznám, hogy nem csak a kampány része, hanem amennyiben engem tisztelnének meg bizalmukkal a választók, ez a jövőben is így lenne. Ez a választókörzet igen-igen széttagolt, ezért tulajdonképpen minden nap más helyszínre látogatunk ki, mások is az ottani problémák, ezért egyfajta probléma feltárás zajlik. Szombatonként a piacon is megtalálhatóak vagyunk, ahol aláírásokat gyűjtünk az igazságos szemétdíj bevezetéséért. Megindult a lejárató kampány is. Az interneten próbálják Melindát a negatív színben feltüntetni. Sajnos megindult a negatív kampány, már én is tapasztaltam. Az interneten megjelentek olyan fényképek, amelyeket különböző helyekről összeválogattak, rólam készült fotók, ami kissé gyerekes számomra, hiszen ezek a fotók egy-egy kulturális esemény részeként, tehát jelmezekben vagyok ezeken a képeken látható, tehát azért tudva levőleg nem így mászkálok az utcákon, és nem így élem az életemet. Szerepel ezek között a fotók között például zenekari koncertfotó, ahol mint zenészként vagyok látható. Szerepel egy műsorvezetői fotóm, ahol egy profi szépségszalonnak a műsorát készítettük. Ott ugye gyönyörű frizurát és sminket kaptam. A hétköznapokban természetesen nem ilyet visel az ember, de ami talán a legmókásabb, vagy hát inkább szánalmasabb, az a fotó, amit pont a tavalyi szuperprodukció a Miss Saigonból emeltek ki, amit ugye hát a városvezetés is ott tapsolt a színpadon, és nagyon büszkék voltak erre az előadásra. Abban több statiszta szerepet is alakítottam, ebből egy fotóval próbálnak ellenem kampányolni. Én mindenképpen nagyon büszke vagyok, hogy szerepelhettem a Miss Saigon szuperprodukcióban itt Baján, a főtéren. Egyrészt azért, mert hatalmas élmény volt, másrészt azért pedig, mert az Operettszínház művészeivel állhattam egy színpadon. Ezt az előadást óriási munka előzte meg, több hétig gyakoroltunk rá, és nem csak maga a próba folyamat, hanem előtte már a színészek, statiszták rostálása is nagy munka volt, tehát ezeken is át kellett jutni, és úgy választottak be minket tulajdonképpen, hogy mi alkalmasak vagyunk erre a szerepre. A választásig szinten minden nap számíthatunk valamilyen programra a baloldal részéről. A legfontosabb azonban mégis az, hogy szeptember 22-én minél többen menjenek el szavazni, és a fülkében döntsenek, legjobb belátásuk szerint. Tegyék a voksot arra, akit a legalkalmasabbnak tartanak képviselőnek, és tegyék mindez bátran, hiszen a szavazófülke falai közé más nem láthat be. Természetesen amennyiben én lehetnék, amennyiben én leszek a képviselő, mindenféleképpen ezt az irányt szeretném követni, amit most a kampányidőszakban is véghez viszünk. Az emberekkel való megismerkedés, a saját, a területek külön problémáinak felmérése, és azokért való harcolás, azokon való segítés a fő célom, hogy ezt meg tudjam tenni. Ezt most a kampány ideje alatt is folytatjuk, tehát az elkövetkezendő egy hét, tulajdonképpen bő egy hét, ez is erről fog szólni, továbbra is ismerkedünk az emberekkel, én várom is, hogy a problémáikkal nyugodtan keressenek meg, hogy tudjak mire felkészülni, miért kell majd harcolnom, amennyiben szeptember 22-én az X-et az én nevem mellé teszik.
Hát igen, beindult a kampány. Azt szokták mondani, hogy egy választás előtti kampányban, illetve annak eredményeként a végén mandátumokat osztogatnak, fair play díjakat nem, de egyesek szerint ez már egy kicsit túlmegy a tisztesség határán. A héten a kampány hajrájában felpörögtek az események, baja lehet azt mondani, hogy az országos sajtó fókuszpontjába is került. Lássuk, hogy mi történt, mik voltak a hét eseményei. Szeptember 10-én került fel egy blogra olyan fényképekkel illusztrált bejegyzés, amely a baloldal közös támogatását élvező Teket Melindát próbálja lejáratni. Utána jártunk, és szakemberek szerint ez büntetőjogból is aggályos lehet. A fotók közzétételéhez a forrás megjelölés szükséges, amely jól felismerhetőnek kell, hogy legyen. Ezt nem láttuk. A másik aggályos kérdés pedig az, hogy a fotókon található logó szerint a fotóművésztől engedélyt kellett volna kérni az ilyen jellegű felhasználásra. A művészt írásban kérdeztük, hogy létezik-e szóbeli vagy írásos hozzájárulás. Szó szerint így hangzik a válasz. Az általam készített és személyes blogoldalamon feltüntetett, saját logommal ellátott képek felhasználására semmilyen engedélyt nem kért tőlem senki, nemhogy a jobbegyenes.com oldal. A tegnapi nap városunkba járt Mesterházi Attila. Megkérdeztük, mi a véleménye erről a kampányról. Hát az sajnálatos, hogy, és nem is megszokott talán, hogy egy időközi önkormányzati választás talán ekkora figyelmet kap, és valóban a negatív kampány minden eszközét bedobta a Fidesz, hogy az összefogás jelöltjét, Teket Melindát lejárassa. Én azt gondolom, hogy ezt a választópolgárok majd megítélik, hogy ez jó iránya, és az a helyese, hogyha egy kormányzó párt ilyen eszközökkel is él. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy komoly jelentősége van ennek a bajai választásnak, ezért buzdítottunk mindenkit arra, hogy menjen el szavazni. Azok is, akik nem a mi jelöltünkre akarják leadni a voksot, minél többen mennek el, annál legitimebb a választás, annál büszkébben veheti át a képviselői mandátumát az, akit megválasztanak. Természetesen mi abban hiszünk, hogy Melindának van erre a legjobb esélye, hiszen jó jelölt, felkészült jelölt, szeretik az emberek, és egy jó programja van, amire igencsak nagy szükség van itt Baján, hiszen ő egy olyan politikai kultúrát képvisel, ami egészen biztosan elüt a helyi Fidesz politikájától és stílusától, hiszen ő valóban az emberekért akar politizálni, nagyon sok párbeszéd segítségével. Ez mindenféleképpen egy új hangot jelentene az önkormányzatban, és lenne neki országos jelentősége is, hiszen innét is lehet üzenni a Fidesz kormánynak és a miniszterelnöknek, hogy hát állj, ne tovább, mert ez a politika, amit ők képviselnek, ez tönkreteszi Magyarországot. Ez természetesen nem elég. Információnk szerint telefonos közvéleménykutatást is végeztek városunkban. A kérdések a következők voltak. Tudták-e, hogy Teket Melinda a drogos Juhász Péterrel tartott közös sajtótájékoztatót, valamint hogy egyetértenek-e a drogok utcai árusításával? Ezt az Index nevű portál jelentette meg. Az oldal hosszasan foglalkozik a bajai helyzettel. Mivel szerettünk volna objektíven is kiegyensúlyozottan tájékoztatni a kampányidőszakról, ezért elmentünk a Fidesz bajai sajtótájékoztatójára, hogy a témával kapcsolatban Zsigó Róbertet, a Fidesz szóvivőjét megkérdezzük. Sajnos ismét egy olyan sajtótájékoztatóba csöppentünk, amely nem sajtónyilvános. A mai napot Gyurcsány Ferenc sajtótájékoztatója és lakossági fóruma zárta. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Teket Melinda mellett! A demokratikus összefogás előtte mellett kampányolunk ma, itt Baján. A mostani bajai időközi választásnak nyilván önmagán túlmutató jelentősége van, azért is fordítódik ilyen nagy figyelem rá. 3 évvel ezelőtt hatalmas nyereséget, hatalmas győzelmet aratott a Fidesz. Nagyjából 60-20-ra vert a baloldalt. Ennek a választásnak az igazi kérdése, hogy kapunk-e világos jelzést arról, hogy hogyan változott a bajai lakosok, és talán valamit arról is meg fogunk tudni, hogy hogyan változott az ország lakóinak véleménye. Természetesen arra próbáljuk meg rávenni a bajaiakat, hogy válasszák Melinda. Az igazi kérdés az, hogy mennyire lesz a távolság a Fidesz és a demokratikus összefogás jelöltjei között. Egészen biztos vagyok abban, hogy kemény és kiegyensúlyozott vélemény lesz. Hogy 2010-hez képest sokat fog veszíteni a Fidesz, és sokat fogunk nyerni mi. És ez a legfontosabb jelzés. Egy alapvetően jobboldali körzetben sikerül megmutatni, hogy
repedezik a Fidesz hatalmának fala, és hogy a lakosság jelentős részének bizalma újra a szabadelvű, baloldali, demokratikus összefogás felé áramlik. Azt látjuk, hogy brutálisan kemény kampány van. Lejárató kampány sokasága indult el Melinda ellen. Hát, ennyi sarat már régen szóltak emberre, egyébként egy tisztességes fiatalasszonyra. Ebben az ügyben nyilván Melinda mellett vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ha így képzeli el a kormányzó párt a tisztességes, nemes, demokratikus versengést, akkor nagyon-nagyon más gondolunk arról, hogy milyen Magyarországot képzelünk. Ahogy Mesterházi Attilát, úgy Gyurcsány Ferencet is tüntetők várták Baján. Az élet egyre szigorúbb, egyre nehezebb, ha úgy tetszik, rosszabbul élünk, mint 3 éve. És ez nem csak Bajára igaz. És nagyon sokan, akik 2010-ben akarták az akkori kormány bukását, és akarták, hogy majd új kezdődjön, azt mondják, hogy inkább levágom a fél karomat, mint hogy még egyszer ezekre szavazzak. Annyit nem ér. Senki ne vágja le a fél karját. Senki ne tegyen teljesíthetetlen fogadalmat. Elegendő, hogyha most vasárnap Melindára szavaznak, nem tudom, mondtam-e már, elegendő, hogyha bekopognak a szomszédhoz, és ugyanezt kérik tőle, elegendő, ha felhívják az ismerősöket, a barátokat, a rokonokat, és azt mondják nekik, hogy rajtatok is múlik. Ha nem tetszik az élet, akkor most van egy olyan pillanat, amikor mást is tehettek, mint hogy csak zúgolok. Van egy olyan pillanat, amikor már nem lehet megfélemlíteni az ember. Ezek sok zsíványságra hajlandóak. Őszintén szóval alig van olyan, amit ne képzelnék el, ne tudni feltételezni erről a hatalomról. De van egy pillanat, amikor ott fognak állni a szavazófülkében, amikor csak maguk vannak és a lelkiismeretük, amikor csak maguk vannak és a jövő, meg a remény, meg a lehetőség, meg a családjuk sorsa, meg a gyerekeiknek a sorsa. Az a pillanat, amikor eldönthetik, hogy változást akarnak, vagy maradást akarnak. Hogy a jövőbe akarnak menni, vagy a múltba akarnak menni. Ma a jövőt Tekert Melinda képviseli Baján, és az ő küzdelme az a mi küzdelmünk is. Tegyék meg azt, ami nem nagy erőfeszítés, ami nem nagy munka, ami egy fél óra az életükből, hogy támogatják. Hát a támogatásra érdemes fiatal lesz. A kampány időszakában eddig sem Zsigó Róbert Fidesz szóvivő, Baja város polgármestere, sem Kovács Csaba a Fidesz bajai képviselőjelöltje nem kívánt kamerán kellé állni, és nem kívánt a Dél Televíziónak nyilatkozni. A mai napon Bajnai Gordon érkezett városunkban, délelőtt folyamán Tekert Melindával tartottak közös sajtótájékoztatót a Bajai Szent Rókus Kórház előtt. Hallgassuk először Melindát. Köszöntöm a sajtó képviselőit, mondhatom azt, hogy kollégáimat, ugyanis én itt a helyi televízió, egyik helyi televízió munkatársa vagyok. Végzettségemnél fogva pedagógus, illetve zenészként is dolgoztam már. Én vagyok jelenleg itt a 3-as számú választókörzet baloldali jelöltje. A kerülethez családi kötődés fűz, mondhatni a fél gyerekkoromat ott töltöttem, úgyhogy ismerem az ottani lakókat, és szívemen viselem ennek a körzetnek, illetve a városnak a sorsát is. Egészen konkrétan mondhatom, hogy lokálpatriótának, igazi bajainak tartom magamat, nagyon szeretem ezt a várost, és szeretnék minél többet tenni érte. És hogy miért is jött ez a politikai jelöltség, vagy hogy miért vállaltam el? Ugye, mint említettem, én jelenleg is az egyik televízió szerkesztő, riportere vagyok, műsorvezető. Ezáltal is már azt gondolom, hogy nagyon sokat tudtam tenni a városért, segíteni az itteni lakókon, felhívni a városi vezetőség figyelmét olyan problémákra, amelyek megoldásra várnának. De úgy éreztem, amikor megkaptam ezt a felkérést, hogy esetleg képviseljem ezt a körzetet, hogy ezáltal, ha esetleg bekerülnék a képviselő testületbe, még többet tudnék tenni. Úgyhogy nagyjából ennyit szeretnék elmondani. Köszönöm szépen. Majd jött Bajnai Gordon. Mielőtt azonban rátérnénk a tényleges tájékoztatóra, megmutatjuk, hogyan próbálták megzavarni. Volt libagágogás, hangos bemondóba, tollfújás. Érdekes, hogy a helyszínen feltűnt Kubatov Gábor fideszes országgyűlési képviselő titkára, természetesen a háttérben. Nézzük az amatőr felvételeket. Figyelmet, amely Baján és ebben a tenger az egész országot jelenti.
egész ország számára elmondtam, hogy nagyon nincs rendben ebben az országban az országban. De van egy másik, itt nem lehet A sajtótájékoztató mindezek ellenére meg lett tartva. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket itt Baján, amely sok szempontból az én városom is. Itt nőttem föl, itt voltam kisgyerek, konkrétan ebben a választókörzetben. Itt fociztam, ebbe a kórházba hoztak be annak idején, amikor megroppant a nyakam sportolás közben. Abban a kórházban, amelyiknek a felújításáról ez a tábla itt szól. Miniszterként, miniszterelnökként igyekeztem foglalkozni a város gondjaival. Többek közt például ennek a kórháznak az épületét is, a felújítását. Mi támogattuk annak idején, az akkori polgármester úrral együtt írtuk alá, mutattuk be 2010-ben. Akkor még arra a táblára az volt írva, hogy 2012-re készül el a kórház. Talán látják, a vége dátum azóta 2014-re változott, mert az új városvezetés képtelen volt még csak elindítani is ezt a programot két évig. De térjünk vissza Bajához. Én ide mindig hazajövök. Ez az én városom. Itt voltam először szerelmes. Itt jártam gimnáziumba. Itt tanultam meg, hogy mit jelent az egy kisvárosban magyarnak lenni. Aggódva követem ennek a városnak a sorsát. Aggódva követem, és nagyon örültem, amikor a mostani választásokra olyan jelöltet találtunk, aki képes és kész kiállni Baja város érdekeiért. Teket Melinda egy ifjú hölgy, akit nem lehet megfélemlíteni, akit az ugató, kiabáló, félelemkeltő emberek, meg a mögöttük állók, akik szervezik. Üdvözlöm Kubatov Gábor úr titkárát, aki úgy látom személyesen szervezi és irányítja a show-t. Szóval ezt a hölgyet ők sem tudják megfélemlíteni, mert ő ki akar állni a bajaiak ügyeiért, meg akarja őket védeni. Kész arra, hogy beleálljon ebbe a történetbe, és megvédje a bajaiakat. Ezért bátran szeretném ezt a hölgyet, és az ő bátor szándékát szembeállítani azzal az erőszakos, törtető gárdával, aki Baját elfoglalta. Azért van szükség ebben a városban is változásra. Mert azok az emberek, akik így viselkednek, akik most egy olyan képviselőjelöltet állítottak Baján, aki arról híresült el, hogy verekedik portásként, egy olyan képviselőjelöltet állítottak, aki körül botrányok vannak, egy olyan polgármester van, aki miközben a Fidesz szócsöveként lép föl, országosan a városát elhanyagolja, és úgy tűnik a saját érdekeit, követi meg a saját barátainak érdekeit, akkor azt kell önöknek mondom, hogy Baja többet és jobbat érdemel, mint ahogy Magyarország is jobbat érdemel. Teket Melinda már két győzelmet aratott Baján. Két győzelmet. Az elsőt azzal, hogy felhívta arra a rengeteg disznóságra, botrányra, arra az urhatnám kormányzásra, arra a törtető akkornak kiskirály világra a figyelmet, amely Baján, mint Csebben a tenger, az egész országot jelenti meg. Orbán Viktor világát jeleníti meg. Ez az első győzelem, ez a kampány, egy látszólag pici téttel menő kampány, az egész ország számára elmondta, hogy nagyon nincs rendben ebben az országban az, ami történik. De van egy másik győzelem is. Az a bátor kiállás, az a bátor kampány, és ez a rengeteg ügy ezen a héten megfutamította Orbán Viktort. Orbán Viktor gyáván nem mert idejönni Bajára az általa összehívott több száz embernek, akinek ő írta alá a meghívót, bár most utólag tagadják, ő írta alá a meghívót, hogy jöjjenek el egy fórumra, most nem jött el hozzájuk. Itt vártak több százan, hogy aztán egy késve érkező államtitkárral kelljen beérniük.
Orbán Viktor tehát megfutamodott Bajáról, mert nem mert szembenézni a választóival, nem mert szembenézni azzal, hogy milyen világot teremtettek itt az ő által delegált, ő által kinevezett emberek itt, az ő országában, az én városomban. Megfutamodott, mert az a képviselőjelölt, akit ő ajánl a bajaiaknak, azt a képviselőjelöltet ő nem merte felvállalni. Ez a kampány eddig két győzelmet aratott. Megmutatta Magyarországnak, hogy milyen világot épít az Orbán Simicska rezsim, és megfutamította Orbán Viktort. A harmadik győzelmet holnap fogjuk aratni, itt, ebben a választókörzetben, egész országra szóló üzenetet szeretnénk küldeni egy olyan körzetben, ahol eddig mindig jobboldali jelölt nyert. Most azt szeretnénk, hogy a normális országot akarók széles összefogása erős üzenetet küldjön holnap Orbán Viktornak és rezsimjének. 2014-ben változás lesz. A változást Baján szeretnénk elkezdeni. Köszönöm szépen. A kampány két, lehet azt mondani, hogy főszereplője Tekett Melinda, illetve Kovács Csaba, mindkét szeméről jelentek meg természetesen különféle vádaskodások, hírek. Tekett Melindát tudjuk, megnéztük Kovács Csabát is, megpróbáltunk ezeknek a vádaknak utána nézni. Itt természetesen láthatunk trafipaxozástól kezdve nagyon-nagyon sok mindent, azonban a Blikkben megjelent egy cikk, mely szerint az idén történt egy gyulakulás, amiben feljelentést is tettek. Megpróbáltuk Zsigó Róbert urat kérdezni a témáról, illetve Kovács Csabát, de sajnos nem értük el őket, nem álltak kameránk elé. Olyannyira, hogy a mai napon tartott sajtótájékoztatóra sem kaptunk meghívót. Kezükbe vettük az ügyet, felkutattuk a sértettet, természetesen az arca mutatásához, a hangja is, illetve a neve mutatásához nem járult hozzá. A feljelentés tehát valós, postai úton történt meg a magánindítvány benyújtása. De ahogy szokták mondani, a vizsgálatra való tekintettel a teljes interjút sajnos nem adhatjuk le. Úgy gondolom, hogy egy ilyen múltú és ilyen nagy intézményben, ahol több száz diák jár nap mint nap, etikátlannak tartom azt, hogy egy ilyen labilis, idegállapotú úriember dolgozzon. Hölgyeim és uraim, ez tehát a helyzet most 2013. szeptemberében Baján a választások körül. Mindenféleképpen szeretném leszögezni, hogy a Dél Televízió, illetve a Dél Televízió csapata egyik politikai párt, illetve politikai erő mellett sem hajlandó továbbra sem elkötelezni magát. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy innen a stúdióból is a jelölteknek nagyon-nagyon sok sikert kívánjak, önöknek pedig köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra.